Sziasztok! Ismételten egy különleges csokival készültünk, ez is egy karácsonyi kiadású Tony's csoki, ami ebből a gingerbread-es verziója éppen, vagy ez egy gingerbread-ből igaz, készült. ugye ez a Tony's is egy ilyen ismert márka, vagy legalábbis hogy az amerikaiaknál ez egy népszerű csoki márka, vagy legalábbis én így tudom. És azért most nem azért 180 gram, tehát azért van súlya. Ja, hát pedig azt hittem, hogy milyen érdekes az amerikai csokik, valahogy mindig ilyen nagyon, nagyon tömények. Jaj, vagy de cuki, most nem tudom, hogy csomagolás is, igen. Hogy még ez még belül is cuki. Hú, várja, lehet, hogy ilyen lesz a csomagolás is, így, vagy mi az a borítás? Nem tudom, mennyire látjátok, hogyha így megnézem. Csomagoljuk ki az egészet, akkor és akkor fogjuk látni. De amúgy látszik, igen, tehát ugye ez a... Így lesz bent, tehát ezt nehéz is lesz törögetni majd. Az első sort még viszonylag könnyű lesz, de utána úgy látom, hogy nem lesz olyan egyszerű dolgunk. De. Mondjuk nem baj, ezt ugye a Celebration setnél, vagy valami ilyesmi volt a neve, amikor, amit a Milka is kihozott, amikor gumicukor, patogós cukorka és egyéb van, az ott van ott már. Felfűzhető, hát én ezt külön le is fotózom, mert ez egyszerűen fantasztikusan néz ki. Kínálunk, hogy el is fordítom, de pont olyan, mint a csomagolás, tehát hogy ez egyszerűen zseniális, azt kell, hogy mondjam. Uh-huh. Akkor lehet, hogy kéne keríteni egy kést és azzal levágni? Lehet, sőt, egy pillanat, hogy én még a csokit ide tenném mellé, ezt a jó nagy kábelt. Igen, szerzek egy kést. Tehát, hogy ez így egyszerűen nagyon jól néz ki. Hihetetlen. Vagy lehet, hogy meg kéne próbálni? Ez kreatív, tehát ezt tudom csak mondani rá, hogy tök kreatív. Igen, és azért a tömeggyártásban nem jellemző, akkor azt a viszteheted. Ha belegondolsz, de. Mert mondjuk, ha például nézzük a Milkának, meg a Cadbury-nek is, tudjátok, van az a különleges, amikor ilyen gumicukor, meg mindenféle egyéb van belerakva. Azt mondtam pont az előbb. Na akkor igen, tehát hogy azért nem annyira ritka. Már illatra is egészen más, a csokoládénak is az illata. Úgy látok, hogy nem is annyira De nagyon finom. A ginger izé. Kicsit emlékeztet arra, amit a múltkor ettünk a finneknek a csokiára, vagy legalábbis, hogy illatra, arra a finn csokira emlékeztet engem. És érdekes, hogy úgy várnám azt, hogy majd akkor ez a gingerbread így ütősen ott van, de illatra nem, tehát hogy eddig amiket kóstoltunk, azok minden egy kicsivel dominánsabban tudta hozni ezt a gingerbread világot. Pedig ott van benne. Igen, látom, azt így, nem tudom, hogy ezt így mutattam el, igen, tehát hogy így azért van. Megnézem. Kóstold meg, de egyébként ugyanazt fogod tapasztalni, mint amit az ízében, vagy mint az illatában. Nem erős benne a mézes kalács íz, hanem tényleg ez a kellemes csoki íz van benne, tehát az illatával egyezik az ízvilága is, de finom. Tehát, hogy nem mondom, hogy most karácsonyi hangulatom, leszámítva az, hogy egyébként iszonyatosan cuki, ahogy az így kinéz, tehát hogy nekem ez nagyon tetszik, de nem olyan, mint mondjuk, amiket eddig kóstoltunk. Én úgy mondanám, hogy ez van ott valami, de nem olyan markáns ízként jelenik meg. Illetve a végén most így érzek ilyen kis keksz darabkákat, és azok úgy finomak, de nem. Nem csak keksz, hanem aszalgyümölcs is van benne. Most én így, hogy kicsit szopogattam a kockát, amit én kaptam, és néztem, hogy mit tapogatok ki a nyelvemmel a ropogósokon kívül. Van benne még aszalgyümölcs is. Hát azt kell mondjam, hogy az eddigi legpozitívabb csalódásom. Még azért a papírt itt megmutatom csak így, még egyszer, hogy mindenféle kis szövegek is vannak rajta. De igen, jó lehet. Tehát, hogy nekem igen, ez a márka most így felkerült a polcra nálam, hogy, igen, hogy ennek kíváncsi lettem a többi. Igen, tehát ez annyira kreatív, jó a csoki, jó az egész, hogy tényleg azt mondom, hogy ez nem is értem, hogy nem került még a látóterünkbe eddig. Igen, de kifejezetten szerencsé, hogy a végére került a karácsonyi ízek listájának. Ha kíváncsiak vagytok a többi karácsonyi ízre, akkor javaslom, hogy nézzétek meg a videóinkat, és kövessetek minket a Facebookon, Instán és itt a YouTube-on. Sziasztok! Sziasztok!